Már bizonyára nagyon sokan ismeritek Istvánt, a haveromat. Az én nevem Gustav.rip 732948. Közeledett szeptemberben a szülinapja, és nagyon, de nagyon sokat agyaltam azon, hogy milyen ajándékot vegyek neki, vagy egyáltalán videót csináljak ebből az egész. Az én nevem Gustav, azért jöttem, hogy lenyűgözzelek. Gondolkodtam sokat azon, hogy István mit szeret csinálni, vagy úgy mit szeret igazán. Szerinted mi lehet az? Hát nem gyrosz, akkor nem. Hát nem gyrosz. Istvánt meglepni gyrosszal feladat. Na mi van benne? Ez az, amire gondolok? Ez mi az? Ez egy gyrosz. Nagyon gyroszos, szóval kedvenc kaja egy gyrosz. Bárhova megyünk étterembe enni vagy bármi, ő gyrosz rendel. Semmi más. Úgy finom. Nem tudtam, mit tettem bele. Nagyon, de nagyon szereti a gyroszt, ezért arra döntésre jutottam, hogy csinálni szeretnék egy gigantikus gyrosz neki. De nem olyan, hogy most 2-3-szor nagyobbat, mint átlagot, hanem legalább egy olyan 8-9, max 10-szer nagyobb gyroszt, amit így meg lehet majd fogni. Úgyhogy Orsi, Klemi, Norbi, Csoki és apum segítségével létrehoznánk ezt a giga mega gyroszt. Első lépés az volt, hogy a pitát meg szeretnénk házilag csinálni, mert mivel nem lehet gigantikusat kapni a boltba készen, csak a normál méretüket, ezért a neten kerestem is egy egyszerű gyrosz pita receptet. A recept az megvolt 8 kicsi pitához. Ezt megdupláztuk, és olyan, mintha 16 darab kis gyrosz pitát egybe gyúrtunk volna, és egy egészet szeretnénk csinálni ebből. Úgyhogy először be kellett szereznünk azokat a dolgokat, amik itthon nem volt. Are you ready for gyrosz? Veszünk élesztőt, mert az nincs itthon, és megpróbáljuk a pitát házilag összerakni. Szóval Istvánnak a kajáját megpróbáljuk feléleszteni. De viccesek vagyunk! Soha nem csináltam én legalábbis pitát, főleg nem házilag, úgyhogy az is lehet, az egész egy nagy adag szar lesz, de reménykedünk, hogy jó lesz. Szóval kellett nekünk egy nagy tál, amit később sokkal nagyobbra kellett kicseréljünk, 1 kiló liszt, körülbelül 7 deci víz, egy kis cukor, egy kis só, és egy körülbelül 15 gram élesztő. Jézus Istenem, mit csinálunk? Mindez mind merve. Giga mega liszt, vagy nem? Kokain. Majdnem rámüttél a lábujkámra, és megcsapta a lakóra. Jaj, nem, hogy meg legyél erősödve. Szerinted jól fog sikerülni egyébként? 100%. Szerintem meg annyira szar lesz. Ó, na Klemi, nem hiszem el, na muszáj volt. El se kezdtük, és már így néz ki a konyha. Minden fölösleget eltávolítunk, úgyhogy mehetsz el. És akkor most kedagasztom. Egy olyan 10 percig. Jaj, de hülye állaga van így. Hát ez nagyon komoly lesz. Gyúrjad! Ne úgy gyúrjad bele, mert ez a trió. Megkóstolod. Jaj, nagyja. Jó. Az a baj, még biztos az oldala. Mi az, hogy nem? Ezzel ölni lehet szerintem. Jó, Anna, még nem csináltam ilyet. Eddig így állunk, ezt most körülbelül fél óráig hagyjuk, hogy kelljen, szóval ez így meg kell nyűjön. 30 perc múlva. Szerintem nőtt. Nincs, akkor így legyen. Kifeszítve, az a baj, kap levegőt. Mert... Most 40 percet kell várni, hogy még kelljen egy kicsit, de nem tudom, mennyit fog kelni ezek után. 40 perc múlva. De jó adag lesz, mi? Simán. Amiután kész lett a tészta, és nagyjából ki is nyújtottuk a serpenyőbe, mehetett be a sütőbe. Patika. Ilyen lesz, nem? Oda égett egy csemege kubor. Indulunk a vásárláshoz. Itt van velünk Klemi, Csoki és Norbi, és megyünk Orsit is összeszedni. Veszünk zöldséget, azt hiszem krumplit, húst, és akkor megyünk ki a telkünkre, és ott csináljuk meg az egészet. És aztán, ha ez az egész kész van, majd visszajövök Istváné valami kamuszöveggel, kihurcolom, és majd meglepjük. Na de szerintem menjünk. Hello, nézzük! Vissza kell menjünk egy aksi. What the fuck? Hogy minél produktívabbak legyünk, amiután kiértünk, elosztottuk a dolgokat. Például az elején én voltam a tűzfelelős, jöhet a tűzrakás. Ups! Mi történt? Semmi nem történt. Kicsit amatőr, de az elmegy falura, és ide még egyet kéne csinálni. Jó van! Jó van! Igen, egyébként Csoki és Norbi nagyon segítőkéz, elmentek focizni. Aha, szóval ti így segítetek, mi? Ja! Komoly gyrosz sütők vagytok? De te vagy a Zubi felelős? Ahogy mondtad, már zavarba is jöttem. Csak te elvállaltad a káposzta szeletelést? Megbírkozol vele? Simán. Aztán nem megenni. Norbit, amit vállaltál?
A hagymát. Sírni fog. Sírni. Potyognak a könyveim. Sok emberrel dolgoztam ma a pályafutásom során, de ilyen gizda emberrel, mint vele, de még nem találkoztam. Egyébként Klemi azért nincs itt, mert el kellett menjen körvöshöz. Lapod a kajámat. Úgy néz ki, hogy nagyjából minden kész van az alapanyagok között, és Klemi is megjött. Megpróbáljuk a pitát ketté, nem ketté válni, hanem a tetejét kivágni, és mindent bele kéne tuszkolni. Szerintetek sikerül? Nem. Nem. Jó. Jó lesz, megfogom itt. Nice. Na nézzük meg, kinyílik az egész. Közben úgy döntöttünk, hogy jobb megoldás lesz, hogyha mindent egybe összeborítunk és úgy próbáljuk belerakni a pitába az egészet. Na ez a girosztát, ez hívják girosztának, amit most fogsz. István mind a 10 ujját megnyalja ezután. Na még ilyen se csináltuk. Giga meg a giroszt. Aztán miután minden készen forma volt, el kellett induljak Istvánhoz. Tudod, mi lesz még nagy művészet? Ezt megenni. Engedd be. Ezben, kedves nézők, elindultam Istvánért vissza a városba, és felhívtam egy olyan szöveggel, hogy kéne valamit videózunk, valami hülyeséget, szóval semmit nem kéne sejteni, emiatt a szülinapi nagy girosz meglepetéséről, és úristen, most ki vagyok égve. Napsütés! Lényeg annyi, hogy már tegnap említettem ezt neki, hogy ma akarok videózni, de egyáltalán nem erről az egészről, úgyhogy most megyek is, felveszem őt, és emiatt a barátnőjével van, és akkor valami kamuszöveget be fogok adni, szerintem, hogy ki kell menjek ide, és ki vissza kelljek ide falura. Csága! Na cső! Miatt elmennénk csinálni valami hülyeséget, épp apunktól el kéne vegyek valamit, mert megkért. Addig szórakoztasd a népet. Mondd el, hogy milyen szülinapos nap lenne. Egyszer is meglátogatott reggel egy angyal. Hello, szólt a volt osztálytársam a suliból, hogy ott van az ajtónk előtt, és hozott egy tortát. Az igen. És a fejedbe vágta legalább? Így nem mondott semmit, csak azt mondta, hogy itt vagyok az ajtó előtt. Akkor hátra akartok mondani? What? Boldog szüli napot! Nézel ilyen hülye. Te hülye vagy. Mert? Boldog szüli napot. Boldog születésnapot. Látod, nézd meg. Nem vettem észre. Az mi a? Menj, nézd bele. Kicsit kiúszott, de... Ez fú, komolyan egy... Na, menjetek a f***ba. Elmondhatok neked valamit? Nehéz gigantikus giroszt csinálni. Nagyon nehéz. Köszi szépen. Na ezt most fogd meg, s rágjad be. Köszi. Fogjatok meg nekem. Milyen kedves. Meglepő.